Szeretettel köszöntök mindenkit, Vásárhelyi Virág vagyok, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársa, és egy támogató videósorozattal jelentkezem. Ennek a sorozatnak a témája a projektpedagógia. Minden egyes videó a projektpedagógia egyes eleméhez fog kapcsolódni. Ennek oka az, hogy a digitális témahét 2020 programja még nem zárult le, május 31-ig még jelentkezhetnek a pedagógus kollégák, és szeretnénk ehhez minél hatékonyabb támogatást nyújtani. Másrészt azt gondolom, hogy a projektpedagógiából ismert egyes jellemzők, egyes elemek nem csak egy hosszabb tanítási folyamatban, de önmagukban alkalmazva egy-egy módszeren keresztül érdekesek lehetnek a tanítási gyakorlatunk során. Az első elem, amit megvizsgálunk, az az alapkérdés lesz, az alapkérdés szerepe a tanulásban. Érdektelen pedig saját érdeket, hogy tanulj. Bizonyára mindannyiunk számára ismerősen cseng ez a mondat. Én emlékszem rá, hogy a szüleim erre figyelmeztettek a gyerekkoromban, amikor kevésbé voltam elhivatott a tanulási rend, hogy bizony a saját felelősségem, hogy mire jutok én, hova, mi lesz belőlem, ha nagy leszek. Hogyan segíti az alapkérdés azt egy tanulási folyamatban, hogy kevésbé a külső motivációra építsünk, hanem a tanulók tanulási motivációjának szempontjából inkább a belső motivációt kialakítását segítsük. Tehát hogyan ösztönzi az alapkérdés a motivációt ez a kérdés? Az egyik legfontosabb jellemzője az alapkérdésnek, hogy a tanulási folyamatot egy olyan probléma felvetésből indítja el, amely a valósághoz kapcsolódik, azaz ahhoz a valósághoz, amelyben élünk. Ezáltal a tanulóknak lehetőségük adódik arra, hogy a saját tapasztalataik, érzéseik és a problémával kapcsolatos megoldási lehetőségeket keresve a saját véleményüket megosszák velünk, így sokkal inkább érdekelté válnak a saját tanulásukban, hiszen felelősséget vállalhatnak egy ügyért, és nem mellesleg a projekt folyamat végére lehetőségük adódik arra is, hogy a megoldásaikkal hatást gyakoroljanak a környezetükre. Nagyon fontos szempont az alapkérdésnél, hogy egy olyan kérdésről van szó, amely általános érvényű, tehát korszakokat ível áll, nyílt, tehát nem egyetlen egy válasz adható rá, nem az ismeretnek az elsajátítására, hanem az ismeretnek az alkalmazására fekteti a hangsúlyt a tanulási folyamatban. Tehát megadja a lehetőséget arra, hogy mindenki választ adjon erre a kérdésre. Így sokkal inkább lehetőségünk adódik arra, hogy egy belső motivációból, a tanulók saját érdeklődésére építve sokkal hatékonyabb tanulási folyamatot indíthatunk el. És ehhez nézzünk meg egy-egy inspiráló megoldást. A tudásbázisunkban 5 évvel ezelőtt 12 mintacsomag került fel, amelyek mai napig letölthetők a honlapunkról. Én azt a 4-et emelem most itt ki, amelyeket a digitális munkarendre való átálláskor átdolgoztunk a távtanulási környezetre való tekintettel. Tehát ez azt jelenti, ha valaki a tudásbázisban erre a 4 projektre rákeres, akkor letöltheti azt az útmutatót, amely a távtanulási környezetre, távtanulási környezetben segíti a projekt megvalósítását. Az első projekt az Úti kalauz nem csak stopposoknak, Tóth Évának a projektje, amely az angol és az irodalom tantárgyakat többek között kapcsolja össze. Itt tulajdonképpen a különböző irodalmi szövegekben szövegeken keresztül vizsgálták a földrajzi helyeknek a jellegzetességeit, hogy hogyan jelennek meg például Ady költészetében a Párizs iránti kötődések. Nézzük akkor ezt, hogy hogyan jelenik meg az alapkérdésben, hogy fogta össze az alapkérdés ezt a kutatási folyamatot. Mit mond el egy személyről az ország, amelyhez kötődik? Már is egy olyan személyes kérdést látunk, amelyre mindannyian válaszolhatunk, hiszen mindannyian jártunk már, ha külföldön nem is, de a saját országunkban több helyen, és mindenképpen valamilyen érzéseket, gondolatokat ébresztett bennünk. A Shakespeare az Egész Világ című projektben, amely Tóth Mózes, Szilvia és Kerek Roland projektje,
A Hamlet szereplőit vizsgálták meg, podcastok készültek a projekt végére, és a diákok szerepekbe lépve, a szereplőket megelevenítve és szakértői szempontból vizsgálták azokat a társadalmi problémákat, amelyeket a szereplők és a szereplők konfliktus helyzetei önmagában rejtett. Nézzük, hogyan jelenik meg ez egy alapkérdésben. Ők így foglalták össze a kiindulási pontot, hogy hogyan alakíthatjuk sorsunkat, hogyan befolyásolhatjuk saját életünk menetét. Szintén egy olyan általános érvényű kérdéssel van tehát dolgunk, amely a korszakokat éven át, tehát több tantárgyat is össze fog tudni fogni. Másrészt tényleg mindannyian valamilyen módon választ tudunk adni rá. A Hullámok világa című projektben a Hogyan befolyásolják életünket a sugárzások alapkérdésből indult el Klacsákné Tóth Ágota és diákjai. Azt vizsgálták, hogy a hullámok, mint fizikai jelenség, hogyan érhetők tetten a hétköznapi életünkben, akár a röntgen sugárzás, az orvostudomány, vagy akár a saját lakásunkon belül, amikor a mikrohullámú sütőt bekapcsoljuk. A Hőskerestetik című projektben, amelyet jó magam írtam, a hős fogalmából indulunk ki. Ez volt az alapkérdésem, hogy miért van szükségünk hősökre. A János Vitéz című műnek a feldolgozására, illetve az összefoglalásával foglalkozik a projekt, tehát ez a célja, pedagógiai célja többek között, de a projekt végére a János Vitéz jellemén és hős figuráján keresztül eljutunk a hétköznapi hős fogalmáig, és a diákok a saját koruknak, a saját korunk, mostani korunknak a problémáira, a globális problémáira választ keresve alkottak hős figurákat, és próbáltak meg olyan problémákat megtalálni, amelyek megoldandók. Összefoglalva tehát azt látjuk, hogy egy alapkérdés mindenképpen egy problémafelvetést tartalmaz, amely a valósághoz kapcsolódik. Ez lehet egy környezetvédelmi probléma, lehet egy társadalmi probléma, lehet akár egy fizikai jelenségnek a vizsgálata, a pozitív-negatív vizsgálata a tudomány területeken belül. Azáltal, hogy általános érvényű és korszakokat ível át, lehetőség ad arra is az alapkérdés, hogy tudományterületeket fogjon össze, tehát a tanulási folyamatunkat multidisziplinárissá tehetjük, tantárgyakat foghatunk vele össze. Általános érvényű, ahogy mondtam, és korszakokat ível át, és mindenki meg tudja válaszolni. Nézzünk meg akkor egy olyan digitális eszközt a pedagógiai gyakorlatban, amely anélkül, hogy egy egész projektet indítanánk a diákjainkkal, lehetővé teszi azt, hogy érdekesen indítsunk el egy témakört a tanításunk során. Az egyik alkalmazás az a Mentimeter, amely alkalmas arra, hogy különböző diagnosztikus méréseket végezzünk a diákjainkkal nagyon gyorsan és nagyon egyszerűen. Én a kollégáimat arra kértem, hogy a következő mondatra írjanak lehetséges befejezéseket. Hős az, aki, nyilván itt most a Hőskerestetik projekthez kapcsolódva, hős az, aki, és itt látjuk, hogy nagyon különböző válaszok születtek, otthon van a gyerekekkel, ugye itt a koronavírus járvány karanténjára reflektál a mondat, képes átlépni saját korlátait, tehát azt látjuk, hogy tulajdonképpen egy-egy ilyen nagyon rövid, egyszerű feladat képes arra, hogy megmutassa a gyerekeinknek, a gyerekeknek, a tanulóknak a viszonyát egy-egy témával, azaz a kapcsolatos érzéseit, attitűdjét felmérjük, és már is sokkal inkább felkeltsük az érdeklődésüket, mint hogyha egyszerűen csak a János Vitézzel foglalkoznánk. A szokratív alkalmazás szintén egy lehetőséget ad arra, hogy felmérjük a diákjainknak az attitűdjét egy-egy témával kapcsolatban. Itt azt látjuk, hogy az alkalmazásnak azt a funkcióját használtam, ahol egy kérdésre egy választ lehet beküldeni, illetve itt most én a kollégákat nem figyelmeztettem erre, ezért több lehetőséget is írtak. Klacsákné Tóth Ágotának a Hullámok Világa című projektjére hajazva mutatom meg, hogy ha nem is projektben, de mondjuk a
témával kapcsolatosan lehet így indítani az órát, hogy hogyan, hol tapasztalnak, hol veszik észre a hétköznapokban ezt a jelenséget, hol találkoznak vele. Látjuk, hogy nagyon sokféle válasz érkezett. Főző Attila kollégám a szokratív alkalmazásra egyébként egy teljes webináriumot felépített, és többek között ezt a funkciót is megvizsgálja, sőt, ő azt is megmutatja, hogy hogyan lehet ezután egy szavazással tulajdonképpen kiválasztani egy adott témát, amivel aztán tovább dolgoznak a diákok. Köszönöm szépen a figyelmet, és nagyon szép napot kívánok. Ez volt akkor az alapkérdés videónk. Legközelebb a multidisziplinaritás, multidisziplinális szemlélettel fogunk foglalkozni. Viszontlátásra!